Elnök úr, megyük. Igen. Jó napot kívánok, hölgyeim és uraim, sok szeretettel köszöntök mindenkit. Örülök a nagy érdeklődésnek, bár hozzáteszem, hogy egyáltalán nem lett meg. Gyakorlatilag napra pontosan a március 4-ét követően 30 nappal később megtartja első sajtótájékoztatóját az új jegybanki vezetés. Én azt gondolom, hogy legfeljebb őket csak az új pozícióban kell és illik bemutatni. Matolcsy György, a Magyar Nemzeti Bank és a Monetáris Tanács elnöke, Balogh Ádám, a Magyar Nemzeti Bank alelnöke, és Bártfai Máger Andrea, a Monetáris Tanács tagja tartják ezt a mai sajtótájékoztatót, és természetesen, ahogy az lenni szokott, a sajtótájékoztató végén majd lesz lehetőség arra, hogy kérdéseiket feltegyék nekünk, és én akkor átadom a szót elnök úrnak. Köszönöm szépen, András! Igen, tisztelt hölgyeim és uraim! A Monetáris Tanács és a jegybank vezetése nevében tisztelettel köszöntöm Önöket. Mint megtudtuk, első alkalommal kerül sor bármilyen sajtótájékoztatóra vagy sajtóbeszélgetésre ebben a nagyteremben, ami egyben kötelező tesz számomra, hogy visszatérjek a gazdaságbizottsági meghallgatásunkkor elmondott alapelvekre. Akkor Balogh Ádám alelnök jelölt urral, most azóta nem csupán a Magyar Nemzeti Bank első alelnöke, hanem a Monetáris Tanács elnök helyettese is, a Monetáris Tanács mai döntése szerint, gratulálunk neki ehhez. Akkor Balogh Ádám úrral együtt azt mondtuk, hogy a Magyar Nemzeti Bankot szeretnénk egy konzervatív és felelős jegybankként vezetni. Azt is mondtuk, hogy kifejezetten ellenségei, nem csupán ellenfelei, de ellenségei is vagyunk a devizahiteleknek, és meg fogunk tenni mindent, hogy a Magyarországon hibásan felépített, felépült devizahitel állományt csökkenthessük. És azt is mondtuk, és ez a mai helyszín magyarázata, hogy a Magyar Nemzeti Bank nyíltan, nem csak átláthatóan, hanem nyíltan, és a partnerekkel együttműködve szeretné a következő években a munkáját végezni. Ezért is vagyunk talán itt ebben a díszes nagyteremben. Tisztelt hölgyeim és uraim, a Monetáris Tanács három tagja tartja András vezetésével a mai sajtóbeszélgetés, sajtótájékoztatót. Bártfai Máger Andrea a Monetáris Tanács külső tagjait képviseli, mi a bank menedzsmentjét. Ez is üzenet. Egységes, hatékony, együttműködő monetáris tanácsa van a Magyar Nemzeti Banknak. A külső és a belső tagok együtt gondolkoznak, hasonlóan gondolkoznak a gazdaságpolitika, ezenben a monetáris politika kérdéseiről. A Monetáris Tanács ma eseti, és nem rendkívüli, eseti ülést tartott. Elnökként azért hívtam össze, mert egy olyan horderejű stratégiai döntésre tettünk javaslatot a Monetáris Tanácsnak, amely a következő reményeink szerint a következő évek magyar gazdaságpolitikáját és monetáris politikáját kedvező irányban változtatja. Önök tudják, hogy a jegybank törvény szerint a Magyar Nemzeti Banknak, mint Magyarország jegybankjának három célt kell követnie. Az első az árstabilitás. Ha az árstabilitás rendben van, az azt jelenti, hogy a jegybank inflációs célját teljesíti. A másik a pénzügyi stabilitás. Ha a pénzügyi stabilitás rendben van, működik Magyarországon a pénzrendszer, ezen belül a hitelintézeti rendszer, az állampapírpiac és a tőzsde. Ha ezeket a feladatait, céljait elérte, feladatait teljesítette a Magyar Központi Bank, akkor támogathatja, megítélésünk szerint támogatnia kell a mindenkori magyar kormányok gazdaságpolitikáját. Mi ehhez a ponthoz érkeztünk ma el. Úgy látjuk, hogy az inflációs cél teljesülése lehetővé teszi a kormányzat gazdaságpolitikájának, ezen belül növekedési stratégiájának a támogatását. Úgy látjuk, hogy a pénzügyi stabilitás, a makrogazdasági stabilitás megengedi a gazdaságpolitika támogatását. És végül úgy gondoljuk, hogy Magyarországnak szüksége van egy növekedési fordulatra, ez indokolja, hogy Magyarország jegybankja támogassa, segítse a kormányzat növekedési és foglalkoztatási programjait. A mai nap a Monetáris Tanács
egy új stratégiai program elindításáról döntött. Ez a program a növekedési hitelprogram, amelynek van egy rokona, van egy előképe, van egy szülője. Ez a Bank of England által múlt év augusztus 1-én elindított Funding for Lending Scheme, tehát egy hasonló növekedési programot indított el Bank of England múlt év augusztus 1-től. Ezt alapul vettük, amikor a Magyar Nemzeti Bank új növekedési hitelprogramját kidolgoztuk. A cél azonos. Ahogy az angol gazdaságban, brit gazdaságban, úgy Magyarországon is, döntően a mikro, kis és középvállalatok nagyon nehezen jutnak hitelhez, és ha egyáltalán jutnak, a hitelkamatok nagyon magasak. Ha magasak a hitelkamatok, a költségszerkezet is romlik. Ha magas a költségszerkezet, a hitel visszafizetésének a kockázatai megnőnek. Mi tehát egy olyan programot terjesztettünk a monetáris tanács elő, amely döntően a mikro, kis és középvállalatokat célozza meg, és ennek a körnek ad olcsó hitelforrást két célra. Az első cél, hogy 250 milliárd forintos refinanszírozási hitelkeretet nyújtunk a hitelintézeti rendszeren, a bankrendszeren keresztül mikro, kis és középvállalatok részére, fejlesztési forgóeszköz célokra és az Európai Uniós pályázatok saját erejére. Ezt a 250 milliárd forintos hitelkeretet a jegybank nulla kamatozású hitelként nyújtja a bankrendszer számára. A nulla kamatozású hitelre a program keretében a bankok mindösszesen, tehát tételesen meghatározott módon 2%-os kamatot tehetnek rá. A 2%-os kamattal ajánlhatják a mikro, kis és középvállalatoknak ezt a hitelkeretet, amely tehát a mai vállalati hitelállomány 4%-a, a mikro, kis és középvállalati hitelállomány 7%-a, tehát egy olyan első jelentős hitelkínálatot, többlet hitelkínálatot jelent, amely, és itt ez nagyon fontos elem, felhasználható a mikro, kis és középvállalatok számára új hitelként, lejáró hitel megújításaként, és valamennyi korábbi kötelezettségei kiváltására. Ez az első pillére a növekedési hitelprogramnak. Ez egy célzott program, ez egy átmeneti program. 2013. június 1-e és augusztus vége között 3 hónapra érvényes az ajánlatunk. Ezt követően a monetáris tanács áttekinti a program eredményeit, és dönthet úgy, hogy lezárja a programot, de dönthet úgy, hogy folytatja és kiterjeszti, kibővíti a programot. A második pillére a Magyar Nemzeti Bank új növekedési hitelprogramjának egy szintén a mikro, kis és középvállalatok részére, szintén a bankrendszeren keresztül nyújtott deviza hitel kiváltó hitelprogram. A magyar mikro, kis és középvállalatok, mintegy 15 ezer vállalat, nagyon-nagyon nagy terhet kell, hogy elszenvedjenek a felépült devizahitelállomány miatt. Teljes hitelállományuk közel 54% a devizahitel. Mi most lehetőséget kívánunk biztosítani számukra a bankrendszeren keresztül, hogy a most fennálló devizahiteljeiket kiváltsák, és azok helyére forint hiteleket állítsanak, mégpedig olcsó forint hiteleket. Legyen a devizahitel kamat szintje bármilyen, bizonyos, hogy magasabb, mint a 2%-os devizahitel kiváltó hitelkeret kamat szintje. Ennek a második pillérnek is 0%-os jegybanki hitel a forrása,
és egy 0%-os refinanszírozási hitelt ajánlunk a bankoknak. Van egy harmadik pillére a növekedési hitelprogramnak, ez pedig Magyarország és a magyar pénzügyi rendszer sérülékenységének, sebezhetőségének a csökkentése. Önök pontosan tudják, hogy a magyar pénzügyi rendszerben a bizonytalanság jelentős részben azért áll fent, mert a magyar pénzügyi rendszer forrásai között igen jelentős a külső és a rövid lejárat források aránya. És miután a Guidotti-Greenspan szabály szerint a jegybankok a világban, ezen belül a Magyar Nemzeti Bank is, a külső országadósság rövid lejáratú adósságait kell, hogy figyelembe vegye, ezért nekünk alapvető célunk, hogy csökkentsük Magyarország külső rövid lejáratú kitettségét, kötelezettségét, tartozását. Ezért a program harmadik pilléreként a monetáris tanács ma úgy döntött, hogy a bankokkal és a kormánnyal történő tárgyalás végén a mai 4500 milliárd forintos szintről 3600 milliárd forintra csökkenti a két hetes MNB kötvényállományt. Korábban betét volt, most kötvény 2008 után a két hetes kötvényállományt a kormánnyal és a bankrendszerrel folytatott tárgyalások végén, azok a tárgyalások eredményeit figyelembe véve csökkentjük 3600 milliárd forintra. Ehhez az 1000 milliárd forint körüli csökkentéshez a Magyar Nemzeti Bank a devizatartalékokból devizacserét ajánl. Úgynevezett devizaswapot ajánl, tehát a mintegy 1000 milliárd forintos kéthetes MNB kötvényállomány csökkentését segíti a Magyar Nemzeti Bank a devizatartalékokból felajánlott deviza cserével. E három pillér esetében vannak lehetőségek és kockázatok. A monetáris tanács a menedzsment és a stáb előterjesztésében egy olyan előterjesztést tárgyalt meg, amely részletesen foglalkozik a mozgástérrel, a lehetőségekkel és a kockázatokkal. Egyértelműen azt tudom önöknek mondani, hogy ez a program, tehát a Magyar Nemzeti Bank új növekedési hitelprogramja és ennek a három pillérje együttesen döntően lehetőségeket, új lehetőségeket tartalmaz. Mérlegelve a kockázatokat, minden kockázat a tűrési határon belül van, tehát a kéthetes MNB kötvény tervezett, 1000 milliárd forinttal tervezett csökkentése esetén a devizatartalékból felajánlott devizacsere során 3 milliárd euróval csökkenhet a Magyar Nemzeti Bank devizatartaléka, ami bőségesen belül van a nemzetközileg legszigorúbb Guidotti-Greenspan devizatartalékolási főszabálynak. Vannak annál lazább szabályok, azoknak természetesen még jobban megfelelünk. Végezetül engedjék meg, hogy nagyon röviden vázoljam a menetrendet. Monetáris tanács ma döntött, megindítjuk a növekedési hitelprogramot. Ennek a részleteit 11 óra 45 perckor olvashatják a angol és magyarul és angolul a honlapunkon. Következő órákban egyeztetést tartunk az elemzői világgal, ahol a részleteket, a technikai részleteket megismerhetik az elemzők. Majd 8-án, április 8-án reggel alelnök úrral és Andreával munka reggelire hívtunk 8 vezető bankárt, a magyar bankrendszer 8 prominens képviselőjét. Velük kezdjük az egyeztetéseket. Ezt követően a szakosított kis- és középbankokkal egyeztetünk, majd a takarékszövetkezetekkel is, és párhuzamosan egyeztetünk a Magyar Kereskedelmi és Iparkamarával és az üzleti szektorral. Nagyon szoros kapcsolatban leszünk, és közös hidakat építünk fel a kormánnyal minden olyan kérdésben, amely érinti a pénzügyi stabilitást, érinti például a rövid lejáratú tartozások, akár gyorsított visszafizetését is, mind a Magyar Nemzeti Bank, mind a kormány részéről.
Alapcélunk tehát, hogy egyszerre adjunk növekedési segítséget a magyar üzleti szektornak, és Magyarország pénzügyi rendszerének finanszírozását olcsóbbá tegyük, a Magyar Nemzeti Bank veszteségét ledolgozzuk. Reményeink szerint a következő 2 évben már majd azt látjuk, hogy nem több 380 milliárdos veszteséget vetített elő az Európai Bizottság 2012. november 7-i jelentése a Magyar Nemzeti Bank részére. Nem 380 milliárd forintos veszteség, hanem reményeink szerint nulla közeli, vagy talán már szerény nyereséget is mutató mérlege lesz 2 éven belül a Magyar Nemzeti Banknak. Igen, tisztelt Hölgyeim és Uraim, a Monetáris Tanács és a menedzsment nevében ezeket az indító gondolatokat szerettem volna önöknek elmondani, és tisztelettel várjuk a kérdéseiket. Köszönöm szépen. Igen, már is. A tiszta hang az fontos. Kedves kollégák, egyébként a közlemény, ami 11 óra 45-kor, ahogy elnök úr is mondta, kikerül a honlapra, itt rendelkezésre áll, de 11.45-ig embargós, tehát nagyon kérem, hogy ezt mindenki tartsa be, és ezt egyébként majd a kollégák ki fogják osztani. És akkor most a kérdések. Csabát láttam először. Parancsolj. Mikrofon. Szajrai Csaba, Magyar Hírlaptól. Elnök úr, összgazdasági hatásai tekintve, mit remélnek a programtól, amennyiben minden a tervei szerint alapul, tekintve, hogy a inflációs jelentés idére 0,5%-os gazdasági növekedéssel számol, jövőre pedig 1,7%-os GDP boomot jósolnak. Igen, köszönöm szépen. Egyszerre várunk több jó hatást, és miután célzott időben és méretétekben korlátozott a program, a hatások is korlátozottak lehetnek, de minden esetben kedvezőek. Néhány hatást mondanék, és utána Balogh Ádám alelnök úrnak átadnám a szót, aki konkrét előrejelzéseket is tud mondani. Természetesen az egyik hatása a programnak az, hogy segítjük a kormány növekedési fordulat célját. Ennek révén segítjük a foglalkoztatás bővítést is. Ennek révén, ha 250 milliárd forint új hitel bemegy a mikro, kis és középvállalati szektorba, az 100 milliárd forinttal növeli a költségvetés bevételét 39%-os adócentralizáció esetén. Ha a program második pillérét nézzük, a mikro, kis és középvállalatok körében 15 ezer vállalkozás egy része él az olcsó forint hitellel kiváltható deviza hitel programmal, akkor ez költségcsökkentést okoz az üzleti szektorban, és ennek hatására hitelképesebbé válnak a mikro, kis és középvállalatok. Azt is várjuk, hogy miután csökken a költségszintjük, a hitel visszafizetések kockázata is csökken. És természetesen a harmadik pillértől azt várjuk, hogy csökken Magyarország pénzügyi sérülékenysége, és a 2008 után 4 év alatt fölépülő, mondjuk nagyon magas devizatartalék ezzel szemben forrásonnal, nagyon magas 2 hetes kötvényállomány csökkentése megtakarítást hoz az egész országnak, az emberül a Magyar Nemzeti Banknak, és engedjék meg, hogy a számok és más összefüggések ismertetésre átadjam a elnök úrnak a szót. Köszönöm szépen, elnök úr, hogy elnök úr is elmondta, az alapvető közösségmutatókra ez vagy nincs hatása, vagy pozitív hatással van, inflációt úgy véljük, hogy ezt nem fogja érinteni természetesen. Amit ilyen hüvelykúj szabályként szoktunk nézni a hitelezés ösztönzésnél, az azt, hogy kb. 1%-nyi hitel bővülés, az kb. 0,1%-ponyi GDP bővülést jelenthet. Most tekintettel az, hogy ez elméleti, szélső maximumban egy 7%-os hitelbővülést eredményezhet. Nem gondoljuk, hogy ez meg fog valósulni, de ettől függ, hogy elméleti maximum, ez egy 0,7%-os GDP növekedés jelenthet, nem feltétlenül 1 év alatt, a programnak a időszaka alatt. Ugyanakkor, hogyha a másik elméleti maximum valósul meg, azaz nem hitelbővülés lesz, hanem hitelkiváltás, akkor is pozitív hatása van, hiszen az elnök úr is elmondta, csökken a költség szerkezete a vállalkozásoknak, ezt beruházásra, fogyasztást tudják fordítani, de ami pedig természetesen növeli a növekedést, növeli a GDP-t is. Köszönöm szépen. Bártfai Máger Andrea is szeretne hozzátenni még egy-egy fontos mondatot.
Nagyon fontos hatásnak tartotta a monetáris tanács azt is, hogy olyan szektorokba is eljuthat a hitel, ahol kereslet van, de hiteljelezési hajlandóság alacsony, és ez is jelenthet már egy fordulatot a hitelezésben, és ez egy olyan fordulat, amire a monetáris tanács külső tagjai már egész régóta várnak, és indított már el a Magyar Jegybank egy olyan programot, ami ugye a két éves kedvezményes feltételekkel történő forrás biztosítása volt. Ennek a hatékonysága és a sikeressége sajnos nem igazolta a várakozásainkat, és úgy gondoltuk, hogy a hitelezési fordulathoz egy ilyen típusú intézkedéscsomag hozzájárulhat. Hozzá, hogy arról is döntöttünk, hogy fölfüggesztjük ezt a két éves korábbi hitelprogramot, hiszen udvariasan, tapintatosan korlátozottak voltak a hatásai, de továbbfejlesztjük. Tehát nem mondunk le róla, nem szüntetjük meg. Köszönöm szépen. Mihály Attila, Heti Választó. Két dolgot szeretnék kérdezni. Egyrészt ez a 2%, amire a bankoknál szó volt kamat, ez egy ilyen teljes hiteldíj mutatónak fogható fel? Ez az egyik. A másik pedig, hogy a második pillér, ugye a devizahitelek kiváltására arra van-e valamilyen keret meghatározva? Igen, tehát 250 milliárd forintos a keret. Aha, van ez is. Igen, 250 milliárd forintos a keret, ami azt jelenti, hogy nagyjából a 30%-át érheti el ez az ajánlat a mikro, kis és középvállalatok devizahiteleinek, és miután nem végtörlesztésről van szó, piaci, pénzpiaci árfolyamon történik az átváltás, lesz, aki él vele, lesz, aki nem. De a keret 250 milliárd, van, akinek megéri a mai árfolyamon, a holnapén, a két hónap múlva esedékes árfolyamon, van, akinek nem. Attól is függ, hogy kinek van euró és kinek van svájci frank hitele, de ez a program második pillére szintén tehát célzott, korlátozott, 250 milliárd forintos forrás jelent. Az első pillér is 250 milliárd, és a másik pillér is 250 milliárd. Ami az első kérdését illeti, igen, teljes hitelmutató, de, tehát nem más költség nem számítható fel, de a következő hetekben, április 30-án megyünk vissza a monetáris tanács elé, hogy beszámoljunk a bankrendszerrel és az üzleti szektorral és a kormánnyal folytatott tárgyalásainkról. A tárgyalások révén előállhat egy olyan megoldás, amely még garanciadíj, maximum 0,5%-os garanciadíj felszámítását is jelenti. A tárgyalások majd arról szólnak, hogy ez benne van-e a 2%-ban, vagy esetleg a fölött van. Annyi egészen biztos, hogy ilyen olcsó mikro, kis és középvállalati hitelforrás, na persze eltekintve az Európai Uniós visszanemtérítendő forrásoktól, vagy az első Széchenyi terv 2001-2002-es forrásaitól, ilyen olcsó hitelforrás a magyar mikro, kis és középvállalati körben eddig nem volt, és egymás között vagyunk, mondjuk el, hogy ma egy magyar mikro, kis és középvállalat, ha egyáltalán kap hitelt, akkor 3-4-szer magasabb kamattal kapja, ha egyáltalában kap hitelt, mint egy Magyarországon működő külföldi cég. Mi ezt nem tartjuk elfogadhatónak. És a program azt célozza, hogy olcsó hitelforrást, elérhető hitelforrást, jó célokra, széles körben, de korlátozott időtartalma kapjanak a kisváltók. Ha nincs kiegészítés, akkor ide a kolléga úrnak kérek egy... Közéleti krónikától szeretném megkérdezni, hogy enyhülnek-e a hitelfelvétel feltételei, vagy változatlanul a kereskedelmi bankok önmaguk határozzák meg a korábbi kondíciók szerint. Köszönöm. Alelnök úr. Köszönjük a kérdést, nagyon fontos kérdés. Nagyon fontos kérdést tett fel. Úgy véljük, hogy a jelenlegi hitelelbírálati rendszer nem minden esetben
megfelelő, és nem minden esetben megfelelő nekünk makró szinten nézve legalábbis. Ugyanakkor ezt a feladatot mindenképpen a bankokkal közösen kell ellátnunk. Tehát a tárgyalásnak egy kiemelt eleme lesz ez a kérdés, hogy ők hogyan tudják ezt a terméket elbírálni, és hogyan tudják ezt odaadni a KKV-szektornak. Nagyon fontos eleme a programnak, hogy a monetáris tanács a jelenlegi döntésében jóváhagyott egy keretet, jóváhagyta azt a kamatszintet, amin ezt a forrást nyújtja, viszont ezt követően tárgyalási szabadságot adott a Magyar Nemzeti Bank igazgatóságának, aki ezzel a tárgyalási szabadsággal keresi meg a bankrendszert és a bankrendszer szereplőit. Ezekről a tárgyalásokról a monetáris tanács folyamatosan heti jelleggel monitoring jellegű tájékoztatást kap, és ezt követően, látva a piaci szereplők reakcióját, a tárgyalási pozíciókat, születik meg a program végleges formája, és akkor lehet erre a kérdésre is pontos választ adni. Ennek az időpontja pedig az, amit az elnök úr már említett, április vége. Köszönöm szépen. Van még egy kis idő kérdése. Igen. Először. Szilágyi Béla vagyok, a Magyar Televízió híradójától. A vállalkozások az egyes és a kettes pillérben is egyaránt részt vehetnek-e? Illetve ha én vállalkozó vagyok és jelentkezek hitelért, akkor nekem milyen feltételeknek kell megfelelnem? Igen, mind a két programban, a program mindkét pillérében részt vehetnek. Mi arra biztatjuk őket, hogy amennyiben van, és 15 ezer mikro- kis- és közepvállalatnak van devizahitele, akkor mindenképpen fontolja meg az abban történő részvételt, mert ez a hitelképességet javítja az első pillérben történő részvétel esetében. A bankrendszerrel egyértelműen egy olyan stratégiai irány szerint fogunk tárgyalni, hogy ne a jelenlegi, nagyon időigényes, nagyon bonyolult jelzálathitel fedezeti elbírálást érvényesítsék a hitel minősítések, hitel kérelmek során, hanem egy egyszerűsített hitel elbírálatot, hiszen a bank fogja eldönteni, hogy hitelképes-e az adott mikro-, kis- és középvállalat hitelkérelme, ugyanakkor a hitel a Magyar Nemzeti Bank mérlegében jelentkezik majd. Ez kockázatmegosztást jelent rögtön az első pillanatban. A két fél ezért, a bankrendszer és a Magyar Nemzeti Bank, olyan kockázatmegosztásban kell, hogy a végén maradjon, amely egy gyorsított, egyszerű hitelnyújtási folyamatot eredményez. Erre van ez a bizonyos egyszer egy hónap, majd még egyszer egy hónap, hiszen a program a mai döntés szerint legkésőbb június 1-én indul. Még annyit talán hozzátennénk, hogy a Bank of England, a brit jegybank, amikor múlt év augusztus 1-én elindította 60 milliárd fontos programját, akkor december végéig összesen 4,4 milliárd fontot hívtak le a programból. És januárban szakadt át a gát. Mostanára egyértelműen sikeresnek ítélik a program egyik részét, a másiknál még várnak az áttörésre. Tehát egy folyamatot látunk majd, de mindenképpen a Magyar Nemzeti Bank tárgyalási pozíciója az, mint a mérlegébe átvevendő hitelek tulajdonosa, hogy egy gyorsított, egyszerűsített hitelelbírás folyam. Köszönöm szépen. Két jelentkezőt láttam még. Igen. Videman Tamás vagyok a Magyar Nemzettől. De odébb állok, mert a fotós kollégák már megszóltak az előbb, hogy ne álljak középre. Azt szeretném megkérdezni elnök úrtól, hogy ugye a mai nap főszereplői az elemzők lesznek. Említett elnök úr, hogy hétfőn kezdődik az egyeztetés a bankokkal. Első hallásra én azt gondolom, hogy semmilyen olyan dolog nincs ebben a programban, ami esetleg így a éles piaci reakciókat válthatna ki. Ennek ellenére hadd kérdezzem meg, hogy önök mire számítanak, egyeztettek-e már így nem hivatalosan bankokkal, ők hogyan vélekednek erről a programról. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. A programnak van egy
előképe egy távoli szülője, a Funding for Lending Scheme, amelyet a Bank of England és egyébként a brit kormány dolgoztak ki. Ezt ismeri az egész világ. Ez nem azonos azzal a mai programmal, amit a Bank of Japan indított. A jegybankok világa változóban van. 2008 után a jegybankok aktívan és sikeresen vesznek részt a gazdaságpolitika támogatásában. Lássuk például az Európai Központi Bank először 1000 milliárd eurós, aztán időben és méretében korlátlanná váló likviditásbővítő programját. Az Európai Unióban a kollégáimat a program karakteréről tájékoztattam, erre felhatalmazott a monetáris tanács, és a program részleteiről, ahogyan mondja, főszereplők önök, meg mi, meg majd a vállalkozók, meg a bankok remélem, de az elemzők, én azt gondolom, hogy a program részleteinek a megismerése után azt találják majd, amit mi állítunk a programról, hogy egy jól célzott, a növekedést segítő, időben és méretben korlátozott növekedési hitelprogram, aminek igazából majd a végén tudjuk megvonni a pozitív hatásait, és döntünk majd arról, hogy folytatjuk-e, bővítjük-e. Tehát az igazi bizonytalanság mindeddig az elmúlt, András említette, 30 napban, az volt, hogy az új jegybanki vezetés milyen programmal áll ki. Pontosan ugyanazzal, amit mondtunk. A növekedés segítő, a mikrokis és középvállalatokat támogató, olcsó hiteleket kínáló, nemzetközi standardokon, mintákon alapuló programmal, ami egyébként még abban is segít bennünket, hogy olcsóbbá tegyük Magyarország pénzügyi rendszerét, ami egyébként ma nagyon drága. Pont azt a programot tárgyalta és döntött róla ma a monetáris tanács, amelyről alelnök úrral akkor még jelöltekként beszéltünk a gazdasági bizottságban. Nem lehet senki számára meglepetés, sokak számára remélem öröm lesz, megnyílik az első olyan olcsó mikrokis és középvállalati hitelforrás, amely tárgyalásos alapon a kormány és a jegybank együttműködésével, egy egységes monetáris tanáccsal a háta mögött, és a bankrendszerrel közösen kialakítva kerül indításra. Azt tesszük, amit mondtunk. Két kérdés megválaszolására van. Igen, bocsánat. Szeretném megerősíteni elnök úr szavait abban, hogy a Magyar Nemzeti Bank a törvényi mandátuma szerint jár el. Ez nagyon fontos, hiszen az inflációs cél alatt van az infláció jelenlegi értéke, és úgy látjuk, hogy azon az időhorizonton, amely a monetáris politika vitele szempontjából fontos, e cél alatt, illetve e cél körül alakul az infláció. Tehát a feladatunkat teljesítjük. Ezt követően a jegybanktörvény egy olyan felelősséget is ró a Magyar Nemzeti Bankra, és itt a monetáris tanácsra, hogy a lehetőségére álló eszközökkel támogassa a kormány gazdaságpolitikáját. Megítélésem szerint ez a csomag és ennek a csomagnak az összetétele nem veszélyezteti a jegybank elsődleges árstabilitási célját, tehát van lehetőségünk támogatni. Ami miatt én személyesen is úgy gondolom, hogy ez a támogatás jogos, hiszen ugyanazokat az alapelveket követi ez a csomag, ami a monetáris tanács külső tagjai számára az eddigi munkájuk során is fontos volt, az óvatosság, megfontoltság, a kockázatok számbavétele, a visszacsatolási lehetőség és a gyors reakciók a pozitív, illetve az esetlegesen felmerülő egyéb kockázatokra. Köszönöm szépen. Parancsolj. Oda kérünk szépen egy mikrofont Nóra. Köszönöm szépen, Fehér Margit, Wall Street Journal. Az lenne a kérdésem, hogy akkor jól értem-e, hogy maximum 250 milliárddal növekedhet a jegybank mérleg főszege, és hogy ez százalékban mekkora növekedést jelent? Tehát mennyire duzzadt fel a jegybank mérleg főszege? Kétszer 250 milliárddal, ugye? 250. Tehát a növekedési hitelprogram első pillérében a mikrokis és középvállalatok
új hitelre, korábbi hitel kiváltásra, hitel megújításra ajánlott keret az 250 milliárd forint, és egy másik, a második pillérben egy másik 250 milliárd forint pedig a devizahitel kiváltó hitel. A mérlegre vonatkozóan ismerik a mérleg szerkezetét, abban például jelenleg forrásoldalán egy 4500 milliárd forintos ezen a héten 4500 milliárd forintos két hetes MNB kötvényállomány van. Ezt érinti a harmadik pillér, amely 3600 milliárd forintos szintet, felsőkorlátot, kepet tesz erre a két hetes devizállományra, de a mérleg mindkét oldalát érinti a program, érinti az eszköz oldalát is, és érinti a forrás oldalát is. Köszönöm szépen. Margit kedves, a mikrofon leltári tárgy. Igen, és akkor ott legyen az utolsó kérdés. Köszönöm szépen. Csaba Ferenc, Világgazdaság. Azt kérdezném, hogy a kockázatok elemzésekor milyen árfolyam hatással számolt a monetáris tanács, és hol van a tűrő képessége? Köszönöm. Magyar Nemzeti Banknak nincs árfolyam célja, inflációs célunk van, ezért semmilyen árfolyammal kapcsolatos előterjesztés vagy célt nem tárgyaltunk. Ismeri az inflációs jelentésünket, abban azt mondtuk, hogy az év második felében egy a maihoz képest erősebb forint lehetséges, de manapság Ciprus, és nem sorolom, tehát az eurózóna jelenlegi pénzügyi válságnak ismeretében nagyon jó, hogy nincs árfolyam célja a Magyar Nemzeti Banknak. Egyébként önök tudják, és az Európai Központi Bank jegybankelnöki tanácsában ez többször szóba kerül, hogy jegybankoknak az unióban kétfajta megközelítése van erre. Az egyik megközelítés, ez az erősek és nagyok megközelítése, hogy beavatkoznak, ha az árfolyam az ő általuk rögzített árfolyam célhoz képest változik. A másik, akik kicsit kisebbek, gyengébbek, például mi is ilyenek vagyunk, nem rendelkeznek árfolyam céllal, tehát nincs mihez képes beavatkozni. És ez a helyes. A devizatartalék nagy kincs. A devizatartalék égetése intervenciókon keresztül általában nem ajánlott. De miután árfolyam célunk nincs, infláció követő célunk van, erre bennünket nem kötelez sem a korábbi monetáris tanács által jóváhagyott monetáris politikánk, sem pedig a monetáris filozófiánk. Andrea, kiegészítés? Mint önök is tudják, a Magyar Jegybank inflációs célkövető politikát folytat, így az infláció alakulása és a reálgazdasági folyamatok együttese, illetve a kereslet kínálata az, ami meghatározza az árfolyamot. Amit nem szeret egy ilyen típusú jegybank, az a fundamentumoktól elszakadó árfolyam alakulás, és azt gondolom, hogy ezt a fajta érzékenységünket az elmúlt hónapokban sokszor tesztelte is a piac. Ami miatt én azt gondolom, hogy árfolyam hatásokkal inkább kedvező forgatókönyvvel kell számolnunk, az pedig az a mondat, ami szintén elhangzott az elnök úr felvezetőjébe, mégpedig az, hogy a megcélzott kéthetes kötvényállomány elérése úgy lehetséges, hogy az ország sérülékenysége közben javuljon. És azt gondolom, hogy egy ilyen esetben az árfolyamnak lehetősége van akár erősödni is. Köszönöm szépen. Kedves kollégák, köszönöm a megtisztelő figyelmet. Ha jól jár az órán, még 3 percig embargós az az anyag, amit megkaptak. Lesz még egy pár percük, hogy dolgozzanak rajta. És még annyit szeretnék mondani, hogy a jegybank új vezetése ugye megígérte, hogy időről időre lesznek ilyen fórumok, amikor közvetlenül tájékoztatnak és kérdéseket lehet feltenni, úgyhogy ezt folytatjuk, tekintsék ezt most egy hagyomány első lépésének, és a megértésüket és a türelmüket kérem abban a tekintetben, hogy nagyon-nagyon sok interjúkérelem érkezett be elnök úrhoz is és alelnök úrhoz is. Mindegyik ott van az ő asztalukon, de most ebben az első 30 napban ők elsősorban a munkájukra és a feladataikra koncentráltak.
úgyhogy idővel mindenkinél jelentkezni fogunk. Köszönöm szépen, hogyha ezt megértik, és köszönöm, hogyha most nem rohanják meg őket kifele menet. Ehhez fogjuk tartani magunkat. Viszontlátásra!